Megkezdődött a roham országszerte az albérletekért a felsőoktatási ponthatár húzás után. A kereslet leginkább az egyetemi és főiskolai kampuszok környékén nő meg ilyenkor. Az árak között jelentős különbségek vannak az országban, a diákok inkább az olcsóbb albérleteket keresik. Elrajtolt a szokásos nyárvégi albérleti boom. A felvételi ponthatárok kihirdetését követően évről évre fiatalok tömegei kezdenek el kiadó ingatlant keresni. Nem csoda, hogy ebben az időszakban az árak is feljebb kúsznak. A kisebb alapterületű lakások és a panelek ugyanakkor az átlagnál olcsóbbak, ezért a diákok leginkább ezeket a lakásokat keresik majd a most induló szezonban. Ezt mondta a hvg.hu-nak egy ágazati szakértő. Az ingatlan.com elemzése szerint júliusban a fővárosi kiadó lakásokért átlagosan 160 ezer forintot kértek. A 40 négyzetméternél kisebb garzonokért 140 ezer, a panel lakásokért pedig 125 ezer forintot. A debreceni albérletpiacon júliusban 100 ezer forintnál járt az átlagos bérleti díj. A panel lakások esetében 95 ezer forintra, a garzonoknál pedig 80 ezer forintra rúgott. Hogy mi a helyzet Nyíregyházán, itt mire kell számítaniuk a keresgélő fiataloknak, és mit érdemes lecsekkolniuk, megkérdezniük a lakások megnézésekor. Ezekre is keressük a választ a következő percekben. Vendégem a témában az Otthoncentrum iroda vezetője, Seregini Jánvári Enikő. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. A felvezetőben hallott országos adatok, illetve most zajló folyamatok mennyire jellemzőek itt a mi kis közvetlen környezetünkben, és egész konkrétan Nyíregyházára, hiszen itt a Nyíregyházi Egyetemet alapvetően figyelembe kell vennünk a felsőoktatás szempontjából. Igen, én a saját tapasztalatom, irodánk tapasztalatait tudom itt megosztani. Nálunk nem lendült fel drasztikus mértékben a ponthatárok kihirdetése óta az albérletek iránti kereslet. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy nem is jut el az kiadó albérletek nagy része ingatlan közvetítő irodákhoz, mivel kevés az ilyen típusú ingatlan a városban, ezért a tulajdonosok saját maguk is ki tudják ezeket adni, tehát nem vesznek igénybe ehhez közvetítői szolgáltatást. Nálunk is van lakás is, családi ház is, panel is, mindenféle típusú albérlet, de inkább a magasabb árkategóriájúak, tehát a 100 ezer forint fölöttiek, amit nem kifejezetten az egyetemi felvételizők keresnek és vesznek igénybe. Maguk a bérleti költségek, azok milyennek mondhatóak itt Nyíregyházán az országos adatokhoz képest? Jó, mondjuk ne Budapesttel hasonlítsuk feltétlenül össze, hiszen több egyetemi város is van az országban. A debrecenieket hallva, nagyjából ott vagyunk mi is, néhány tízezer forinttal lemaradva, de nem túl sokkal. Tehát a mi irodánknál a legolcsóbb egy 50 négyzetméteres lakás, ami félig bútorozottan, tehát oda még azért kell bútort vinni, az 70 ezer forint. Ettől alacsonyabbat, olcsóbbat nem tudunk per pillanat a városban, tehát ez az alsó szint, és ahogy a négyzetméterek emelkednek, a bútorozottság, a felszereltség függvényében ezek az árak magasabbak is. Tehát a 100 ezer forint fölötti lakás sem egyedi eset, főleg a belvárosban. Hát az, hogy mondjuk tanulók, tehát leendő egyetemisták, vagy már egyetemisták nem jutnak el önökhez, és nem önökön keresztül, vagy hasonló úton próbálnak megoldást találni a lakhatásukra, azért ahhoz bizonyára az is hozzájárul, hogy a kampuszon egy sok főt befogadó kollégium is működik, és a rendelkezésükre áll, illetve milyen más okokat tudunk még elképzelni azon túl, amit ön is felvetett, hogy ugye ki sem kerül úgymond a piacra egy-egy kiadandó lakás. Hát igen, a mi információnk is ez, hogy igazából aki kollégiumba szeretne menni, és ez az elképzelése, az nyugodtan, tehát hely van a kampuszon, tudnak bérelni. Igazából a bérlőink nagy része család, házaspár, most
kezdeti, tehát most összekerült fiatalok, vagy azok, akiknek már a gyerekei elköltöztek otthonról, és, vagy pedig a gyerekeknek adták át a saját otthonukat, és ők albérletbe mennek, de igazából nem a fiatal, az egészen fiatal, és egyetemi korosztály az, aki hozzánk eljut. Nem mondanám, hogy keresnek rajtunk keresztül, tehát még érdeklődő hívásunk sem igazán volt ezzel kapcsolatban. Mindenki felmegy az internetre, különböző hirdetési oldalakra, megtalálja, sőt, mire sokan megtalálják, azt a bizonyos albérletet már ki is van adva. Uh-huh. Tehát, tehát az igény az megvan. Igény az van, de a kínálat az eléggé elmarad az igényekhez képest. Most nézzünk akkor egy kicsit a szerződések mögé, vagy egy ilyen folyamat mögé. Ön mire hívná fel a figyelmet? Milyen buktatói lehetnek egy úgy aláírt bérleti szerződésnek, amit mondjuk nem olyan nagyon alaposan nézett meg, aki lakásbérrel? Hát az első dolog, hogy mindenképpen legyen bérleti szerződés. Tehát ez az alap. Enélkül nem szabad se kiadni, se bérelni lakást. Ebben vannak alaptételek, amiket mindenképpen tartalmaznia kell. A kaució, hány havit kérnek el, ez általában 2 havi kaució, már a kezdetén, plusz az 1 havi bérleti díjat. Tisztázni kell azt, hogy a kulcsátadáskor mi az, ami bent marad az ingatlanban, milyen bútorzat, mi az, amit esetleg elvisz a tulajdonos, mire van egyáltalán szüksége a bérlőnek, és mire nincs, mert esetleg neki van saját bútora, gépe, bármilyen. Az óraállásokat mindenképpen a kulcsátadás napján közösen le kell olvasni, fotózni, mert onnantól kezdve ugye a rezsiköltség a bérlőt terheli, és ebből ne legyen később bonyodalom. Mi az, ami a lakáson történt, bármilyen felújítás vagy bármilyen átalakítás még megengedett, mi az, ami nem, mi az, amihez kell a tulajdonos hozzájárulása, mi az, amit azért megtehet még egy bérlő. Ezeket tisztázni kell, mert és ami a legfontosabb, hogy ezt a bérleti szerződést közjegyzői okiratba érdemes foglaltatni. A későbbi bármilyen konfliktusos helyzet, tehát ezt azért nagyban le tudja rövidíteni, hogyha bármilyen probléma adódik, akkor a közjegyzői okiratban foglalt bérleti szerződés azért egy magas jogi szinten lévő szerződés, amit elég könnyen lehet akár egyik, akár másik fél részéről érvényesíteni, ha nem a szerint jártak el a felek. Ha önökön keresztül történik egy ilyen egymásra találás a kiadó és a bérlő között, akkor önök ebben tudnak-e segíteni például, vagy átnéznek-e ilyen papírokat? Természetesen nekünk van ehhez egy úgynevezett sablonunk, amit a megfelelő ingatlanra szabva és az igényekre szabva mi elkészítünk, és akkor a feleknek ezt csak alá kell írni, mindenkivel egyeztetve ezt mi elkészítjük, ők aláírják, és ezzel tudnak menni a közjegyzőhöz, a szolgáltatókhoz. Igen, azt is tisztázni kell, hogy a rezsiköltségeket úgy fizetik-e a bérlők, hogy a tulajdonos nevére szól továbbra is minden közüzemi számla, vagy pedig azt átiratják, és tehát ez fontos, ezt is tisztázni kell, hogy milyen úton, módon kerülnek ezek a költségek kifizetésre, hogy nehogy elmaradás legyen, hogyan tudja a tulajdonos leginkább nyomon követni azt, hogy minden számla ki van-e fizetve, hogy aztán ne legyen ebből meglepetés, miután elment a bérlő, hogy hoppá, egy fél havi vagy a fél évi rezsiköltség az ott van kifizetetlenül. Tehát erre figyelni kell. Akik keresnek kiadó lakást, és mondjuk az igényeiket nagyjából vázolják önöknek, akkor önök azt tudják vállalni, hogy megpróbálnak elindulni, keresni neki, ha éppen nincs a piacon olyan kedvére valót? Igen, tudjuk vállalni, ez egy kicsit nehezebb dió, mint eladó ingatlanokat felkutatni, mert az albérletek alapvetően csak az interneten jelennek meg, igazából az táblával sem teszik ki a tulajdonosok, és ha az interneten megjelent egy albérlet, mint ahogy ezt már említettem, arra nagyjából 20-an hívnak egyszerre rá, tehát leginkább azt szoktuk tanácsolni, hogy aki tudja, mit szeretne, tudja, hol szeretne, az nagyon aktívan és folyamatosan figyelje az internetet, és állítson be hirdetésfigyelő e-maileket, amiket megkap, és abban a pillanatban tud róla, hogyha egy ilyen bekerült a rendszerbe, és ne késlekedjen, hanem fogja a telefont és telefonáljon, mert így esélye van rá, hogy megszerzi azt az ingatlant. Az utolsó kérdésem az
az nem az albérletekre vonatkozik, pont amiatt, hogyha valaki felsőoktatásba kerül, és mondjuk úgy tervezi a család, hogy mondjuk ott fog élni majd a jövőben a gyermekük, akkor ha a körülményeik engedik, akár tudnak vásárolni is, vagy vásárolnak is. Ilyennel találkoznak ilyen helyzettel, ami nyilván egy hosszabb távú elképzelés. Hát van Nyíregyházán is erre példa, de nem jellemző. Igazából befektetésként és a gyereknek lakásvásárlás inkább a Debrecen-Budapest vonalon vagyunk, tehát vannak olyan felső oktatási intézményben tanuló diákok, akiknek nyíregyháziak a szüleik, és Budapesten vásárolnak neki lakást, vagy inkább Debrecenben. Tehát azt, hogy Nyíregyházán emiatt x évre vegyünk egy lakást, előfordul, nem mondom, hogy nincs, de ez nem egy fontosabb, nem ennyire jellemző, igen. Köszönöm szépen a tájékoztatást.